Ennek a kiállásnak az üzenete egybecseng azzal, amit Orbán Viktor is minden nap kiír a Facebookjára. Mármint, hogy legyen béke? Igen. Hát figyelj, hogyha a békét az Orbán Viktor hangoztatja, akkor az egy dicső hagyomány, azt csinálta Martin Luther King, a Gandhi, a Thich Nhat Hanh, meg még sok más olyan ember, akire érdemes emlékezni, Jézus Krisztus. Tudom, hogy maga ki volt ott a alagútnál közelébe, de nincsen baj, nincs baj. De ezt meg akartam már rég kérdezni belőled, hogy lett orbánista? Én nem vagyok orbánista. Figyelj, az Orbán egy egyedülálló politikus. Akkor is, mikor nem szerettem, akkor is az volt. Az az út, amin én járok, az nem valami vagy valaki ellen fogalmazza meg magát. Folyamatosan változom. Tehát maga, te is változol. Igen, de az elveim nem változnak meg az értékrendem. Hát figyelj, ezt mondja a Buddha, az elvekhez való minden áron való ragaszkodás az a szenvedés útjára vezet.